Köszöntök mindenkit itt Twitch-en, Twitch nézőket, illetve a YouTube World nézőit. Hello Kokto, hello Galga, hello Kifa. Sziasztok, szép estét nektek. Ma a Weaver Here nevű játékkal fogunk játszani, Krikivel. Ez egy ingyenes játék egyébként Steam-en. Nagyjából egymást kell így irányítgatva a játék folyamán, és úgy kell szerintem, ha jól emlékszem, akkor kijutni egy épületből, de ezt úgyis meg fogjuk mindjárt nézni. Akkor első körben megnézzük a settings-et. Mindent feltettünk jóra, a mouse sensitivity-t majd esetleg azt majd meg kell nézni, hogy hogyan működik. Audio az default-on hagytam. Ja, azt neked is ajánlom egyébként, hello Kriki. Hello, hello. És azt neked is ajánlom, hogy az Audiba, Audio Options-ben egészen pontosan, igen. A voice chat volume-ot az szed le nullára. Jó, megvan. Az ne zavarjon. Akkor a grafikai beállítások ugye értelemszerűen azok ezek lennek, a vészinket kiszedtük, az ne zavarjon minket. Reméljük laggolni nem fog a játék. Illetve még van egy-két key biddings, annyit kell tudni, hogy interaktálni az L-vel fogunk tudni, ugrani a space-szel, googolni C-vel, illetve ha beszélnénk játékon belül, akkor a V lenne, de ezt mi megoldjuk a TeamSpeak-en. Jó, akkor igazából ennyi, úgyhogy részemről mehet, részedről mehet-e. Uh-huh. Jó, akkor start game. Jó, és akkor itt kell azt hiszem egy roomot csinálni. Csinálod te, vagy csináljam én esetleg. Lehet, hogy inkább te csinálnád, az jobb lenne, mert talán akkor a stream... Akkor azt bemutatni, hogy hogy kell? Stream miatt. Ja, jogos. Ugye a create roomnál ugye adsz egy room name-et, szerintem tök mindegy. Ugye Englishnél English van, magyar ugye nincsen. És adsz egy jelszót, és azt meg esetleg elmondod nekem, hogy az micsoda. Az invite a friend-nél, az más lenne a... más lenne. Ja, te mondod igen a jelszót, te adod meg. Értem, most már leesett. Szerintem esetleg a stream miatt, szia picúr, szép estét. A stream miatt jobb lenne, hogyha talán te csinálnád. Jó. Bár nem hiszem, hogy olyan nagyon sokat eszik a játék, főleg, hogy ketten is vagyunk, de elkerülve esetleg a problémákat. Ha meg nagyon laggol, akkor visszajövünk menübe. Jó. Elméletileg kész van. Angolul Yugi szobája. Neve. Nagyon picit még alakítok magamon, és csatlakozok is. Tehát... Yugi's room, igen. És mi a jelszó? Stream. Kis betű? Aha. Akkor elméletileg csatlakozok. Uh-huh. Jó, itt is vagyok, szuper. Na, igen, tehát itt van a Librarian, illetve az Explorer. Tehát ugye a Librarian az igazából irányítja az illetőt, az Explorer meg igazából felfedezi, gondolom, a helyeket. Uh-huh. Én nem tudom, hogy melyikről lenne neked szimpatikusabb. Teljesen mindegy. Na, akkor lehet, hogy én inkább egy explorer lennék. Nem tudom, te azt meg tudod változtatni, mert én nem tudom. Aha, meg tudom, oké. Okay. Jó. Akkor elméletileg ennyi. Jó, akkor indíthatom? Akkor ready, aha, rámegyek én is, pipa, és akkor 8 másodperc múlva el is indulunk. Na kíváncsi leszek egyébként, hogy fog tetszeni. Elméletileg te még nem játszottál ezzel a játékkal. Ha jól tudom. Én nem, egyáltalán nem játszottam vele. Mert én még korábban még toltam. Még kifáig tudják, hogy a diussal. De az már x évvel ezelőtt történt. Szóval azt mondod, nem emlékszel már rá? Már nem nagyon. Na, kapunk egy sztorit is. Hóban lábnyomok látszódnak. És ott vagyunk négyen egészen, vagyis vélhetően mi vagyunk négyen ott a tájba. Hát integetnek is nekünk, kicsit a kurzort letesszük jobb a sarokba. Ó, én valaki ott kinyúl valahova. Ellőjük a jelzőrakétánkat,
és egy hatalmas kastélyt láthatunk. De hova tűnt a maradék két emberke egyébként? Ugye elköszöntek tőlünk, vagy elköszöntünk tőlük? Tehát segítséget mondtak, hogy ilyesmi. Na, az is lehet. Besétálunk egy kastélyban. Ba. Valami van mögöttünk, véletlenül. Hoppá. Velet ütve, eszméletlenek vagyunk. És akkor we were here, tehát hogy itt voltunk egészen pontosan. És nekem egy ilyen furcsa alagutat mutat egyébként. És be is dobott a játék. Pillanat, nagyon érzékeny. Jó, nyugodtan. Hát tudom ki, hogy emlékszel rá, csak én nem emlékszem a játékra, azt mondta Kriki. Jó gyors a mozgás egyébként. Igen, egy picit az egeret én is lejjebb veszem. És talán jó lesz. Igazából csak számokkal jó. Ez jó. Controller sensitive. Jó, ez jó lesz szerintem. Én is azt mondtam, hogy nem emlékszek. Úristen! Jó vanna, Kifa, jó vanna. A hang egyébként jó, Kifu. Hallatszódik én is, Kiki is, játék is. Az lenne a lényeg. Akkor, hogyha esetleg erre kapunk még egy választ. Jó. Na, Kriki, igazából én egy olyan szobában vagyok, ahol van egy ilyen rácsos ajtó, hordók, dobozok, illetve egy walkie-talkie-t is találtam. Azt felvettem, de az igazából most nekünk a TS, úgyhogy azzal nem kell foglalkozni. Hát én még azt jelentem, megtaláltam. Jó. Köszönjük szerint egy nagy teremben vagyok. És látok térképet, meg egy ilyen szemes posztert, amit vannak. És van egy felső része is, ahol van egy diavetítő, ha jól látod, az. Csak könyvek. Aha. És van egy nyitott könyv, amiben félrel vagy piros tintával bele van írva, hogy a szemek között. Wow. És a poszteren szemek vannak, és két szem. És a szemek között vannak ilyen kis fura ábrák. Jó, közben még egyszer azért a hangra rákérdezek, mert most volt egy hangosabb jelenet, hogy esetleg még így is jó-e, de egyébként én is mondom. Nekem annyi történt még egy pluszból, hogy kirajzolódott egy falon, hogy the answer lies, tehát hogy a válaszok hazudnak. Uh-huh. Illetve vannak a fala, vagy van a falon sok szimbólum. Akkor lehet, hogy ezt kell nekem lefordítani. Nem, szemszínekre, mert a szemeknek színe van. Hát például mondjuk van egy M betűm, egy N betűm, egy A betűm, egy ilyen X és benne kör. Aha, igen, ezek ilyenek vannak. És van esetleg valami sorrendet esetleg hozzá? Néha Kriki halk, de az valószínűleg azért, mert elfogy a levegője. Ha, nem fogy el. Hát... Akkor viszont egy picit adok rá, hogy inkább legyél talán hangosabb. Jó, mondhatod? Ugye a két szem között két ikon van egyből. Két szem között két ikon. Legelsőnél van egy, hát minek mondjam ezt, csúszda, miben egy T betű van. Csúszda, miben van egy... A másik pedig egy ilyen kifordított esernyő. Jézusom! És akkor ez két kék szem. Most szerintem a csúszda az olyan csúszda, hogy fölmászol jobbról, lecsúszol balra, és a végén van egy ilyen rámpa, egy ilyen ugrós deszka? Nem. Akkor a csúszda az N betűhez hasonlít? Igen, de van benne egy T betű. Igen. Hát igazából a T és egy ilyen lefele egy ilyen csúszda. Aha. Jó, az megvan, és az esernyőt is látom. Az egy kék, két darab kék szám. És csak ezt a kettőt látod egyébként? Nem. Elég sokat. És van valami sorrended hozzá?
9 darab szempár van. Okay. Ja, tényleg ez egy döntött Z, amit én mondok. Igazán kifálak. És... Mert szerintem ezeket vagy sorrendbe kell, vagy rámegyek mondjuk a csúszdára. Ha rámegyek az esernyőre. De ilyen kombók vannak, hogy két szem az volt, amit mondtam, utána van olyan, hogy az egyik piros, a másik zöld, utána van olyan, hogy kék, a másik zöld, zöld, kék, piros, piros, kék, piros, zöld, zöld, piros, kék, zöld, piros. Mindjárt megnézem, hogy vannak. Valami van, amelyik itt nekem... Hát nekem úgy van, hogy itt a kapun, nem tudom, hogy... Látsz, hogy van egy koponya, és azon van ugye két ilyen lila szám. Nem tudom, hogy ez... Két lila szám. Ez neked mond-e valamit? Hát lila szabám nincsen, de... Pirosan van, vagy kék. Nem tudom neked, melyik a lila. Hát nekem lila-lila. Ez se nem rózsaszín, se nem piros, ez lila. Viszont ezek alakzatok, és ha benyomom például az N betűt, vagy interaktálom, akkor elkezd világítani. És szerintem valamilyen sorrendet kellene kialakítani, mert ha az esernyőre viszem, akkor viszont eltűnik a világítás. Vagy nem tudom, hogy esetleg van-e olyan kombód. Hát az a baj, hogy lila színű szemem nincsen. Csak piros, kék, meg zöld. Na, hát akkor már az első feladványban felejtkezni. Figyelj, próbáljuk meg akkor a piros szemeket, hát ha neked az a lila. Jó. És akkor az egyiknél... Ilyen alakzatokat fogsz mondani most? Aha. Jó. X is kör van körülötte. Oké. Okay. A másik pedig ez a fura Z betű. Van a végén még egy kis csücsök, vagy csak döltve van az a Z betű? Döltve van. Jó, az működik. Na, ki is nyitott az ajtót, ez gyors volt, Kriki. Ennyi. Azért. Vannak könyvek, amiket így felemelhetek. Be is csukódott az ajtó. Jó, átértem a szobába, itt szintén lila szemek vannak. Látok alul egy ilyen szőnyeget, ilyen több alakzat van benne igazából, ilyen négyzetek, körök, pentagram, stb. Uh-huh. Gyertyák vannak, megint alakzataim vannak, ilyen állat, talán ilyen teknős, rózsa vagy róka, ilyen gyertyatartó, pohártartó. Hát ilyen ikonok, mert nekem is kinyílt egy gyertya, akkor átjövök. És igazából egy... Hát egy ilyen olyan állatom van, aminek a feje gólya, a teste valamilyen talán... Nem tudom... Majom? Róka, kutya, majom, de majom lába van az biztos, és a farok fölött kijön belőle ilyen... Csáj. Hát ez ilyen, talán ilyen belsőségnek mondanám, de... De a farok előtt szerintem egy száj jön, vagyis egy fej, arc van ott, ami kinyújtja a nyelvét. Ja, tényleg. Ja, ott a szeme, ott az orra. Igazad van. Akkor én nézni, furcsának láttam. Hát jó, igen, hát... gólyafej, ugye majom talp, és ez az emberi fej. De én most bent vagyok ugye... Állatok, pohártartó, meg rózsa. És a falon sok-sok kép van szintén, és... ugyanúgy azokkal a kis mintákkal. De ismétlődnek a képek. Aha. Csak annyi például, hogy az egyik képnél a gólya-szerű lény az piros háttérrel van, igen. Képen meg... Piros. Nálam is piros. Akkor azt kéne megtalálnunk, hogy melyik kép van nálad. És igen, mert három hely is van a kép alatt, úgyhogy valószínűleg nekem három ikon kellene. Igen, három ikon alatta. Mik vannak? Miket látsz pont? Hát látok egy benszülöttnek a képét, vagy egy sátornak, vagy háznak a képét, ilyen régi sátorház, aminek van ilyen két oldala ilyen csücsök, vagy ilyen hajzat. Csak ilyen szimbólumokat látsz? Igen. Akkor egy benszülött. Úgy kezdődik. Vagyis hát itt látok én igazából sok szimbólumot, tehát több mint 10 talán. Én 15 szimbólumot látok. Egyből van 3 darab szimbólum. Na és mi az a 3? Hát sok kép van. És tudom, melyik kép kell neked.
Hát a gólyásat, amit mondtál, hogy piros háttér, gólyafej, majomtalp és emberi fej alatt. Ah, oké. Okay. Akkor ott van nekem egy ilyen növényszerű, nem is inkább gaj. Tudom, minek mondjam. Jó. Így megkunkorodik. F betű. Az még esetleg. Még aha, van igen, igen. Urán áthúzva. Az megvan. Akkor van egy templomszerű. Várj, azt akkor el is helyezem a bolyánál. Templom, igen. Amin meg... fölül van egy ilyen fura aha. keresztféleség. Hát csak az egyik oldalán. Igen, igen, igen. És a harmadik? Meg a gyertyatartó. Három osztott. Viszont nekem kettő van a gyertyatartóból. Egy, ami a teteje egy körökből áll, illetve négy, négyzetekből. Melyiken el van? Körös. Jó. Na, szuper. El is oldottam egy achievementet is egyúttal. És jön itt a gyerek amúgy. Nem én, az biztos. Hát rendesen hallatszódik itt az ajtó mögül, ilyen léptek. De úgy látom nem nagyon jön át. Jó, akkor inkább tovább megyek, Riki. Jó. Jó, itt van egy ablak, ebbe bejöttem, de nem csinál semmit lényegében. De hát, ablakaim vannak még egyenlőre, ajtó, doboz, hordó, ugye? Uh-huh. Itt nincs semmi más. Vannak ilyen piros csöveim, de azt szerintem ilyen, tudod, valami vízvezeték, vagy valamilyen egyéb rendszer lehet. Illetve alul, hogyha megyek, akkor ki van írva, hogy orange és lila színnel. És a víz az folyamatosan emelkedik egyébként. Az jó. Nálam van csövek. Lementem egy ilyen hívják, csatorna szerűségbe, és a csöveknél van egy ilyen tekerő. Az egyik kékszínű, a másik piros, a harmadik pedig citromsárga. Hát orange volt ráírva felirattal az ajtóra, és lila színnel volt, és emelkedik a vízszint, úgyhogy valamelyiket zárd. most visszamegy. Beletrafáltál? Hát kikeveltem azt a színt. Pirosból és a citromsárgából. Hát ügyes voltál, mert kinyitódott az ajtó, úgyhogy akkor tovább jöttem. Jó. Voltjuk itt, kérem szépen. Hát ez gyors volt akkor, hoppá. Tiszta okos ez a Kriki. Ugye, hogy igen. Azt mondja. Most? Nem merre kell menni. Hát én most beérkeztem egy olyan szobába, ahol vannak kapuk. Uh-huh. Olyan kapum van, hogyha lehúzom, egy ilyen fehér kő van a fogantyúnál, de hogyha lehúzom az egyiket, akkor viszont a másik is lehúzódik. Neked van-e fehér ilyen húzókád valahol esetleg? Hát még keresnem kell a szobát, mert nem találtam semmi új szobát. Jajajaja, nyugodtan. Lehet, hogy vak vagyok, vagy nem tudom, de nincs semmi. Csak menj alá és húzd meg, nem? Nekem nem nyílt ki új szoba. De okos ez a kifa is amúgy. Jó, én itt tovább jutottam. Azt mondja, falra van írva, hogy bring down the guiding light. Light, mint fény. Igen, és van kettő pákja alatta azokat. Most el tudtam oltani egyébként. Akkor gondolom bring down, hogy szedjem ki a fényeket esetleg? Vagy oltsam el a fényeket? Még egyszer, mi volt oda írva? Bring down. Igen? The guiding, vagy guiding light. Lehet, hogy nekem kell lehúzni, mert most találtam egyet. Ilyen kapcsoló, amit le kell húznom. Hát akkor vissza voltam, legyünk más sötétségbe. Jó volt kifa amúgy. Viszont itt nagyon sok az elágazás egyébként nekem, vagy nálam. Mindjárt eljövök egy irányba mondjuk. Úristen! Itt nagyon sok minden lesz, Kriki. Ha itt el tudsz igazgatni, akkor nagyon jó vagy. Találtam egy képet. Képeket látsz-e valahol? Nem. És hát festményeket látok, de az csak egy. De én is festményt látok. Például most... Várj,
Okay. Egy mappa. Térképen, ahol eddig nem volt semmi, de most megjelentek ilyen alakzatok. Aha. Jó, szerintem ez egy labirintus lesz, itt innen ki kell majd valahogy jutnunk, vagy juttatnod, szerintem. Akkor az lesz, igen. Mondok neked egy képet. Mondjuk eljöttem jobb kézirányba, egyenlőre. Aztán mondjuk mehetnék még arra lefelé, és meg is nézzük, hogy ott van-e valami, esetleg. Itt van egy kék lehúzó, tehát egy kék fényű lehúzó, valami, amit le tudok húzni. Meg is nézem, hogy mit csinál, esetleg. Meg, merre indultál el? Jobb kézirányba, és utána pedig megint jobbra. Aha, az nekem kék X-el jelzi. Igen, az nekem kék kristályos lehúzó dolog van itt. Azt húzzam le esetleg? Ez le kellene? Hát próbáljuk meg, mert igazság szerint vannak szobák, ahol vannak színes X-ek, és a folyosókon van olyan, hogy mondjuk a kékkel egy ilyen... Eltűnt minden. Eltűnt minden? Hát tényleg eltűnt a mapról a cuccok. Igen? Ha visszamegyek? Aha. Várj, visszamegyek. Lehet, hogy a helyzetem is függ. Most visszajöttem. Történik valami? Mm-mm. Akkor visszahúzom a kéket. Most esetleg? Nem. Akkor esetleg még visszamegyek teljesen a kiinduló ponthoz, hogy... Na most esetleg történik-e veled valami? Mm-mm. Eltűnt. Ó. Hát akkor próbáljuk így. Egyébként... Igen? Ja igen, akkor mondhatod így is. Akkor igazából kijöttem, igen, ilyen a kapuból kijöttem, és most a kiinduló ponton vagyok. Tehát most balra, illetve jobbra tudok menni, balra lefele visz az út, jobbra pedig simán az visz földszinten, vagy az azonos szinten visz. Nem tudom, bemenjünk a szobába, vagy nem menjünk be? Bemehetünk. Mert akkor ugyanúgy jobbra, ahogy elindultál. Igen. Itt most van jobbra egy lefele, illetve előre tudok megmenni. Nem menj le, ahol lekapcsoltad a fényt, hanem menj tovább. Jó, itt csak balra tudok menni, és van is egy lila képem egy kutyáról. Kutyáról? Igen. Nem látok ilyen képeket. Úgy van egyébként, hogy lila háttér, egy kutyus fekszik, és a feje meg egy ilyen gyertyatartó, és vannak gyertyák a feje fölött. Uh-huh. Hát igen, ilyet nem látok. Jó. Semmi képet nem látok. Ajtó itt nem nyílt, most szétnézek hát, ha valami kinyílt. Oké. Rendben van. Ilyen vetítőre ráteszem ezt hát, ha. Változik. Durva, hogy nem ad instrukciót a játék, vagy instrukciókat a játék. Hát... lényegében igen, csak annyit ad, amit eléd tesz valamit, talált ki, hogy hova tovább. De ugye mivel választottuk elején ugye a rólokat, szerepeket, én ugye igazából a felfedező vagyok, és elméletileg a Krikinél kell, vagy a Kriki kap több feladatod, hogy nekem mit kell csináljak. Nem találtam képeket. Jó, akkor igazából hagyjuk a képet, akkor most tovább mentem arra, amerre mondtad. Igen, a és a végére, és itt megint balra. Hát, jobbra kéne kanyarodnod. Hát balra tudok, és van egy lépcső is. Igen, jó, oké, akkor te még nem jártál ott, ahol gondoltam. És most vagyok jobb kész. Ott lehet, hogy volt valami ott a folyosó végén. Nem volt, biztos. Egy ilyen kék jelölés, ami igen, nem most, volt teli. Most kék kapun megyek át. Kék uh-huh. kapun megyek át, és itt megint fölfele tudok jönni jobb kéz irányba. Uh-huh, igen. Akkor egy kicsit nagyobb terembe vagy, előtte igen. mehetsz lefele. Vagy ha elkanyarodsz jobbra, akkor egy szobába kötsz ki, ahol azt hiszem volt a piros X. Fölfele tudok menni, és jobb kézfele egy zöld kapu van.
Ez horror game? Nem szabadna... Annyira nem szabadna horrorosnak lenni. Majd meglátjuk, mennyire lesz majd durva. Nézzel a baloldali szobába? Baloldali szoba... A lépcső... Ha menjél le a lépcsőn. Menjek le a lépcsőn? Vagyis fel, nekem fel. Akkor fel. És utána megint fölfele. Csak hogy ott egy lépcsősor. És utána megint lépcső? Várj, akkor te nem jó helyen vagy. Ú, itt már nagyon sötét minden, krikit már. Oda nem megy fel. Menj vissza a lépcsőn, és akkor lefele menj. Honnan jöttél, honnan nézve, jobb oldalra. Honnan nézve elég balra tudok menni egyébként. Amerről jöttem. Itt és három fele kéne ágaznia. Itt megint jobbra jövök. Itt van balra egy lépcső. Úristen, akkor lehet inkább visszamegyek a kiinduló ponthoz, mit szólsz? Leges legelejére? Hát esetleg. Nem most már. Hát de most el vagyok veszve nagyon. Jó, oké. Na már, akkor hogy is van ez? Hát végül is kifa valaki leütött egyébként minket. Lehet vissza se találok amúgy. Az jó. De amúgy vissza fogok találni szerintem. De hogy nem jelöli tovább, azt nem értem, azért nem. Na tehát még egyszer. Induló pontnál vagyok, a hátam mögött van egy fehér kristályos kapu. És tudok menni balra, lépcső van, illetve jobbra az egy hosszabb folyosó. De hosszabb folyosón mentünk. Igen, a hosszabb folyosón jött. Itt van egy elágazás, itt megint lépcső. Vagy ha tovább megyek, akkor bal kéz irányba tudok menni. Uh-huh. Akkor elmegyek balra. Fele. Igen. Jó, itt megint két... Nem, itt megint lépcső van, bal kéz fele. Igen. Elmegyek a lépcsőm. Itt csak jobbra tudok menni. Uh-huh. Kék kristályos kapu. Itt szintén jobbra tudok menni, lépcső. Igen, itt ha megállsz a lépcsőnél... Megálltam a lépcsőnél. Úgy van, hogy szembe veled van egy lépcső, ami felvisz a sötétbe. Igen. Jobbra van egy kis szoba. Igen. És balra pedig mehetsz tovább egy folyosón. Jó. Az a kék kristályos ajtó megvan Krikinek, nem? Nekem nincsen, nem mutat semmit. Hát tudom, hogy lent volt az X. Hát akkor most kövesd azt, hogy igen. Tehát itt lenne egy szoba, viszont az egy kapuval, egy zöld kapuval el van zárva. Tehát arra nem tudok lemenni, és ott egy lenti lépcső lenne egyébként. Akkor ugye van a lépcső, az fölvisz a sötétségbe, és balkész fele tudok még elmenni. Uh-huh, igen. Akkor elmegyek balkész fele. Jó. Itt nem tudok csinálni semmit, el kell mennem jobbra. És most, ha itt kiérkezek, akkor vagy lefele tudok még menni, az egy piros kristályos kapu, vagy tudok megint szembe menni. Hát egyenesen. Aha. Hát szembe egy kis szoba lesz. Oda elmenjek? Megnézheted. Ott is volt egy X valami. X. Mhm. Uh-huh. Ez egy jumpscare, azt meghalok. Zöld X talán ott volt. Ja, lehet, hogy amúgy vannak ilyen kapcsolók valahol. De mondjuk nem nagyon látok egyenlőre. Nem tudom, miért tűnt el az ábrázolás róla. Kellett volna jegyeznem? Jó kérdés. Egyébként csak kíváncsiságból, most történik-e nálad valami? Bármi. Ami eddig nem volt. Nézem. Ajtó továbbra is zárva. Csak azért kérdezem, mert ugye most leoltottam a fáklyákat, hogy annak van-e jelentősége, hogy most égnek vagy nem. Vetítő nem megy, továbbra se. Jó, leolvasom, vagy lemegyek akkor a lépcsőn, amit mondtam. A kis szobát megnéztem, és akkor el tudok menni a lépcsőn. Nem volt semmi? Nem. Jó. Elmegyek akkor a lépcsőn, olyan lefele. Uh-huh. Itt megint van egy... egyből balra tudsz kanyarodni. Igen, igen, megint a lépcső. Jó, megint volt egy festmény. Jobbra. Jobbra? Aha. Az fölfele visz. Lépcső. És elméletek az a kijárat. Kijárat? Uh-huh. Hát itt sötétség van, Kriki. Hát... Ez volt a fő-fő kijárat szerintem, de van még két hely, ahol ilyen kijáratszerűség van. Az egyiket, amit láttál, lehet, hogy ez az amúgy. Lehet, ez az csak piros kapuval le van zárva amúgy. És igazából, hogyha egyenesen megyek, akkor megint lépcsőn van. Igen.
akkor visszamész egy nagy terembe. Elmész oda? Megnézed, hogy van-e ott valami? Mert igazság szerint... Megnézem amúgy a... Kapcsolót kéne keresnünk akkor. Akkor gondolom nekem kellene a kapcsolókat megtalálnom. Úgy, mint előbb a kéket. Van egy zöld kapcsoló. Na, akkor azt húzd le. És akkor kinyílik ott lent az a kék ajtó, amit mondtál, hogy mi az, nem kék, zöld. Jaj, de most visszacsuktam magam. Egyetve visszacsuktad magam. Nem tudok kimenni a szobából, hogyha lehúzom ezt a zöldet. Ó, parad, tudunk tovább vissza oda menni. Egy másik oldalról. Akkor itt folytatod tovább ja, az tényleg. Utadat. Ja, várjál, hogy van ez? Mert most kicsit elakadtam. Tehát most igazából, ahol bejöttem, nagy szoba. Ott van egy zöld, illetve egy kék kapu. Én a zöldnek lehúztam a lehúzóját, viszont most a kék is, meg a zöld is le van zárva, tehát nem tudok se ki, se bevenni. És ha a kéket feloldod? Az a baj, a kék nem itt van. A kék még ott az elején volt. Úgyhogy akkor gondolom vissza kell menjek akkor a legelejére. Hát, hogy bírsz visszamenni? Hát a zöldet vissza tudom húzni, az akkor ugye följön. Ajajaj, akkor viszont a kék kapcsolója, az vissza kell teljesen menni. Hello Joker, szia! Jó van, rendben van, köszi szépen, hogy itt vagy. Segítsek? Egyelőre még nem kell. Hát így akkor szerintem el leszünk ezzel egy darabig. Hát így igen. De látod amúgy, hogy én merre megyek egyébként? Nem. Szerencsére amúgy annyira nem bonyolult a hely. Na itt vagyok, és az itt a kék. Akkor oda visszamentél. Jó, megvan a kék. Lehúztam. Akkor, most akkor nem megint. Tudsz arra visszamenni. Ja, mert leoltódott. Mert az le fogja zárni, hanem... Ahonnan legeslegelejéről indul. Ott vagyok. Másik irányba indulj el. Lefele lépcső. Igen. Oké. És utána majd... Lépcső megint? Igen. Oké. Szobában nem kell húznom semmit? Hát nézd szét, hátra van valami. Azt mondja, hogy... Nagyon semmi. Jó, akkor lépcső. Akkor itt. Itt tudod, balra lépcső, illetve igen, jobbra. Igen, ott a sötétség fele mész, elméletileg. Igen. Úgy ábrázolja. És tudsz menni balra, és... Jobbra. Vagyis jobbra, igen, és akkor ott be tudsz menni elméletileg most igen. Már. Megint lépcső. Igen, és akkor most ugye a zöld kapcsolós szobába. Igen. Akkor ott húzd fel. Hát most föl van húzva, most lehúzom. Most lehúzom. És most a zöld az lehúzódott. És ki tudok menni, ahonnan jöttem. Oké. Kijövök akkor a lépcsőn, visszamegyek. Várj, amarra nem tudsz venni? Nem, mert ott a zöld az leengedődött. Ja, aha. Jó, vagy nem tudom, hogy tartsam fent. Nem. Kell húznod, hogy kinyíljon ott lenn majd a teremnek az ajtaja. Akkor csak arra tudok visszajönni, amerre jöttem. Igen. Úgyhogy akkor visszajövök a lépcsőn, itt megint a sötétség van. Balra el tudok menni, akkor megint egy lépcső lesz. Lemegyek. Akkor itt megint egy nagyobb szoba, balra megint egy lépcső. És megint visszaértkeztem a kiinduló pontra. Akkor gondolom most jobbra. Most húzd le szerintem megint a... A kéket? Igen, hogy kinyíljon neked ott az ajtó. Merre majd mész most. Jó, akkor visszajövök a kékhez. Jó, a kéket visszahúztam, az most akkor ki van nyitva elvileg. És akkor indulj el jobbra. Jó, akkor balra elágazik az út, utána balra van egy lépcső. Jobbra tudok menni. Utána jobbra van egy lépcső. Utána egy nagyobb teremben vagyok. És jobbra menj el, és ott lesz a zöld. Itt nincsen semmi, és igen, itt tudok jobbra elmenni. Zöld kapu kinyílt, és bemátsz a terembe. És most piros kapcsolom van. Azt húzd le. Jó, lehúzom. Visszamegyek akkor a lépcsőn. Igen, és menjél egyenesen.
a lépcsőn? Vagy... vagy most, balra? Most vagy ott a teremben, ami három fele ágazik. Igen, igen, tehát most úgy állok, hogy jobb kéz fele volt a kapcsoló, egyenesen van lépcső, és balra van út. Egyenesen nem tudsz tovább menni? Kéne, hogy tudjuk. A lépcső? Lépcsőhöz menjek? Vagy a, ahol nincs lépcső, arra a menjek? A oldalon van a sötétséges lépcsőd. Nem? Ja, megnézzük. Igen, 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 igen. Menjél tovább egyenesen. Akkor elméletileg erre kell jöjjek, és itt jobb kéz fele ágazik az út. Igen. És itt balra nekem van egy lépcső, viszont ott zárva van a piros kapu. Akkor most ott zárva. Most ott zárva van, igen. És megint az út végén pedig megint egy nagyobb terem van. Abba a terembe benézel, hogy van-e valami? Nézem. Nem találok semmit. Szerintem ez a három kapcsoló van csak. De viszont, hogy így bekapcsoltad, ugye most ott a kiárat elméletileg szabad lett. Ugye? Melyik kiárat, a lépcső utáni? Nem, a leges legvégén, amit mondtam, hogy kiárat lesz. Azt mondtad, hogy pirossal le van zárva. Ja, igen, igen, igen. De most vissza kellene menjek. Igen. Akkor... Jó, akkor visszaérkeztem oda, ahol bal oldalon van nekem most a sötét szoba. Uh-huh. Mögöttem jöttem, és szembe van még egy lépcső, ahol a kar is van, az X. Vagy akkor jobb kézfele gondolom, menjek vissza, ott megint igen, egy lépcső igen, lesz. Igen, igen. Jó. Most menj vissza a legelejére kb. Akkor itt csak balra tudok menni. Itt megint balra lépcső. Uh-huh. Itt jobbra. Itt jobbra. És akkor kéne lennie majd a kék teremnek. Igen, 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 itt a kék terem. Ott húzd meg a kart. De az viszont a kéké lesz. Azt tudom, csak a másik oldal fele megyünk el. Jó, meghúztam a kéket. És visszajöttem, megint a kiinduló ponton vagyok. És akkor az ellenkező irányba indulj el. Tehát lépcső. Uh-huh. Oké, akkor itt megint lépcső. Uh-huh. Hú. Jól megvan itt bonyolítva. Balra van sötét szoba, de arra nem megyünk. Jobbra. Le megyünk, megint lépcső. Igen. Itt egy nagyobb terem. Igen. Itt van egy zöld kapcsoló. Az húz fel, akkor felnyílik neked ott az a zöldes rész. Felhúzom. Igen, átmegyek a zöldön, lépcső. Menjed, és utána kibírsz menni. Lépcső, és elméletileg akkor itt balra. Uh-huh. Lépcső. És akkor checkpoint reached. És kijutottam. Igen. Hú. Nice. És elkezdtem fázni, Kriki. Az jó. Amit látok, egy saktábla van előttem. Illetve körülöttem egy szobrok vannak, ilyen imádkozó hölgy esetleg, vagy kéregető hölgy. Lila szemű rács. Van valami gépezet is, lehet, hogy ez valami generátor akar lenni. Az a baj. És... Nekem nem ért ki semmi. Már én megnézem, hogy ez csinál-e valamit, mert lehet, hogy ez csinál valamit. Ha beindítottam valamit... Beindítottam valami generátor féleséget. Aha, most működik a vetítőgépem. Szuper. Sok táblát mutat. Aha, nekem is. Gondolom, nekem kellene elhelyeznem a bábukat. Aha. Van egy fehér, illetve egy fekete. Eljel, van, látod a betűket a táblán? Nem. Basz, nem láttam, basszus. Elment az áramba, nem tudom, mert... Na, oké, elindítottam újra. Ó, viszont fázik a karakterem. Na, akkor fehérrel kezdünk. Na, erre akkor oda megyek a fehér mögé. Igen? Gyalog. Melyik? És jobbról a negyedik. Igen? És kettőt lép előre. Oké, okay, megvan. Jó, vele szembe a fekete és kilép kettőt. Vele szemben. Megvan. Igen. Ferjel, hogy bár betűzöm néha.
megmutatja ugyanazt, amit csináltunk. Jó, jó. Utána azzal a fehér futóval, ami átúsan megy. Ami a jobb oldali. Igen, a jobb oldali. Igen. Kimegy a paraszt elé kettővel, a harmadik barról a harmadik paraszt elé megy kettővel. Oké, megvan. Jó, most két lejárt az az ügyök. Így mutatja meg, ugye? Jó, most a fekete jön. Igen, mindjárt mondom a fekete lépését. Hú, már nagyon fehér a karakterem. Sorry. Nem baj, nem baj. A jobbról második... Na várj, a fehérrel szemben lév, vagy fehérrel szemben lévő jobbról, vagy menjek a fekete mögé és úgy nézzem? Fehérrel szemben. Igen. Második paraszt kilép egyet. Jobbról? Balról. Hát, hogy igen, balról. Tehát a fehérrel szemben balról. Jó, kilép egyet, az is megvan. Jó. Nézem a filmet. Okay. Utána a királynő kimegy a jobbról a harmadik elé. És melyik a királynő? Jó, ez az. Koronás. Jobbról a harmadik paraszt elé? Igen, pont hát akkor elé. Pont a mi parasztunk elé. Igen, a mi parasztunk elé. Oké, megvan. Jó, utána jön a fekete, ami... Szemből mondjad megint. A baloldali lovasat kilép a parasztja elé. Elé? Harmadik parasztja elé. Oké, az is megvan. Eljel. Tudok megjegyezni ilyen sokat. Tudok nézni is. Hogy nincsen hozzáírva neked a betűt. Hú, már nagyon kicsit látok. Nem működik a betűtő. Pedig a háromkor megy. Megy a betűtő. Ha nem sok lépés maradt. Oké, még kettő? De nagyjából kettő még annyit kettő. Bír ki a karakter. Kiment a királynő, igen. A lovak kilépett. Igen, és utána. Leveszi a gyalogot, és ennyi. Na melyik a királynő? A szemben lévő gyalogot? Igen. Jó. Igenesen megy oda. Oké, checkpoint feloldva. Jó, ennyi? Igen. Remélhetőleg most föl kellett volna. Át is jöttem, beérkeztem. Fú, Kriki. Fú. Nehéz, hogy így nincsen leírva, hogy A1, meg A2, meg B, nem tudom még. Hú, ez jó. Voltak azok a jelek. Ez jó volt. Aztán milyen jó lett volna, egy lépést elrontottam volna, kezdhetjük előről? Ja. Na, figyelj. Nekem most egy olyanom van, hogy van egy kis könyvecském, illetve úgy, mint a Pamela Partinál, vannak ilyen táblák előttem. Tehát egy, igazából egy 5x5-ös négyzetet látok. Egy négyzeteket. És van 5 darab alakzatom, a kis könyvecskémben. Az jó, nem lehet új szoba, tudod? Ez a nagy problémám. Hát elvileg kellett volna. A szobában nincs semmi olyan. Alakzatokat kellene találni, vagy egy mezőt, hogy milyen mezőkre lehet lépni akár. Vagy nem tudom, merjek rá menni? Egy pillantást nézek a szerverre. Szerverre ránézve. Csatorna szobába. Jó. És hát a csatornában nem szabaz. Nem látok semmi alakzatokat. Aha. Viszont van könyvem, amin vannak alakzatok. Na. Nekem is egy van ilyen... Van rajta egy ilyen cica, pálcika cica, vagy róka, nem tudom. Igen, az nekem is, vagy rózsa. Mind a három lehet. Igen, van egy ilyen triciklis van nekem. Akkor egy ilyen gyertya is van rajta, az egy is. Hajó is. Na jó, akkor ez kell neked. Nekem a legelső az a rózsa, vagy róka, vagy cica. Aha, és utána Bélo. Van a templom. Utána nekem ez a mint ilyen rajzfilmes figura, hogy két lába van, nagyon hosszú lába, és a tetején egy T betű. Nem baj, koktól. Nem baj. Cica, igen, megvan.
Tehát az nekem utána a második. Utána van egy ilyen... Utána egy plusz jel fölül, benne igen, egy karikában. Utána jön a gyertya, igen. Utána a ház. Igen. Jó, megvan. Oké. Okay. Na, akkor... azt írja a könyv, hogy... nagyon távoli nyugatról kezded. Kezdesz. Előre lépsz kettőt northbound, az nem tudom mi. Na erre akkor nagyon nyugatról kezdek, akkor teljesen bal oldalról. Lesz, igen. Igen. Fár, akkor előre lépek mondani. Kettőt. Take ugye? Two step northbound. Hát gondolom előre éjszak fele. Northbound. Hm? Jó, akkor előre és lépek kettőt. Tarts kelet felé kétszer. Kelet felé kétszer. Igen. Eddig megvan. Utána... észak fele mozog kétszer. Kétszer, igen. Megvan. Két alkalommal. És az egyik... door fele, vagyis a ajtó fele halad. Elméletileg valami ilyesmit van. Hát lényegében van szemben egy ajtóm, meg ugye mögöttem is van egy ajtó. De ugye a szembeni be kellene mennem tovább. Egyébként haladni az ajtóhoz, utána tegyél egy lépést. Akkor menjek előre egyet? A nyugati fal fele. Na várjál, akkor balra megyek egyet. Jó, meg élek. Megvan a nyugati fal. És ennyi van. És akkor előre mehetek? Hát szerintem akkor igen, mert nekem nincs több használati utasítás. Jó, sikerült. Ügyesek vagyunk. Hú. Nem baj, koktól amúgy. Vannak ruháim. Ez jó, nekem is. Ilyen... némelyik rövid, némelyik hosszú, és ladies and gentlemen elkezdődött. Aha. Színházteremben vagyok most. Hú, nekem 6 darab forgantyúm van, és 1 darab lefele. Illetve van még egy, ami fölkapcsol valamit. Jézusom! Na erre akkor fölkapcsolom mondjuk ezt. Van a játékhoz. A blood light-ot, a vér színét fölkapcsoltam. Azt csinál valamit? Akkor lekapcsolom, hanem. Igen. Piros fény jelent meg. És az kell nekünk? Hát még nem tudom. Mert ezt kín egyet elindítom esetleg. Aha, nem történik semmi. Pillanat. Aha. Nézem, hogy nekem bal, illetve jobb oldali szobában vannak alakzatok. Van például egy királynak a koronája, egy kard a koronán, illetve 3 ember. Össze kell raknunk egy színdarabot. És van egy vár, meg van egy király is. Ha előre nézek a színpad fele, akkor egy kicsit hunyorgok. És ha mögém nézek, akkor ott egy árny, ami lóg. Aha. Efele, és minél közelebb megyek hozzá, annál kisebb képet látok, úgymond össze, még jobban összehunyorítja a szemét. És van esetleg valami... Opa! Ó! Oh. The Marriott finished the skin. Nem szabad lett volna oda mennem a bábuhoz. Történt valami. Megint visszajöttem az alakzatokhoz. Most más alakzataim vannak. Basszus, bocsánat. Semmi baj. Azt hittem, hogy azért közelebb mehetek hozzá. Nem tudom. Na jó, mi megölt, vagy mit csinált? Nos, ez szerint csak összeszűkült teljesen feketére a kép. Aha. Most megint a rózsa macska róka. Templom. Igen. Utána ez a P plusz jel, igen, az a gyertya és az emberke, vagy hajó. Hát hajós ember, igen, jó. Na. Na, akkor far east-ről kezded. Tehát legjobb oldalon. A távoli oldalon. Keletről kezded. Igen, legjobb oldal, igen. Utána kettőt lépsz észak irányába. Ész.
előre halad 2 lépést nyugat irányába. Kész. Haladj előre 2 lépést észak irányába. Kész. Lép egyet kelet felé, mielőtt kimennél. Kész. Oké, bent vagyok. Szuper. Ja, már nagyon belejött, Kriki. Na, megint itt vagyok, most már nem megyek ahhoz a bábúhoz. Rossz fiú. Elkezdek egyet tekelni, azt lesz, ami lesz alapon. Jézusom. Feliratodom, hogy nem lehet kapcsolni? Nincsen. Ez csinál valamit? Nálad. Egy kastélyt kell kirajzolnunk, ha jól értettem. Aha, toljad neki. Menjen még? Hát állítsd be középre. Hát azt nem tudom, sajnos. Jó, akkor még nyomja neki. Még? Állj! Elvileg most. Aha, elméletileg jó. Igen. Csak kell még valamit csinálni? Teli volt élettel ez a kastély. Ezek jelent valamit? Ez akkor gondolom az embereket kéne oda tolnom. Csak melyikek az emberek, érted? Azt nem tudom. Várjál, megnézzük esetleg. Nem. Mondjuk ez melyik? Emberek. Mennyire kell előre mennie? Hát még nyomja neki. Még. Egy picit. Még? Nem ürött tovább? Nem. Akkor egy kicsit menjünk vissza ebből, amire rakjuk. Megvan. Jó, eddig jó vagyunk. Akkor gondolom most az embereket húzzam el, nem? Vagy a kastélyt húzzam el? Értettem. Ja? Kinget mondott valamit, King, a királlyal kapcsolatban mondott valamit. Van Kingem. Sima Kingem is, illetve koronám is, akkor gondolom a Sima King kellene, hogy kimenjen. Meghallgatom még egyszer. Jó. Hát most már kövit mondja, hogy volt egy király, aki a feleségével élt. Akkor egyenlőre kimenj a király, mit szólsz hozzá? Jó. Amúgy közelít hozzám a bábukkal minden színjelenet után, csak úgy szólok. Oké, okay, és akkor most menjen ki a felesége. Ó, és melyik a felesége vajon? Ja, meghallgatom. Várjál, lehet, hogy tudom. Elmentelek. Aha, csak ennyit mond, hogy a feleségével élt. Opa, ez nem az fordítva. Ezt akarom. Az jó lesz. Még egy kicsit tolhatod. Ennyire engedi. Akkor a királyt egy kicsit toljad. Királyt? Aha. Erre? Nem vagyok. Most mit csináltam? Jaj, most másnál vagyok akkor. Ez? Ne, gyert elvonodik tőle. Akkor vissza? Még közelebb hozzá. Másik irányba told, ami... Ó, már nem tudom sajnos. Jó, akkor ennyit tud. Jó. Ha rámegyek viszont a skinre, akkor nem történik semmi, úgyhogy valami még hiányzik. Meg most mondja a kövi részt. Ezzel kell még valamit csinálni, mert azt mondja, hogy a király élt a feleségével. Mindjárt megnézem, hogy igazából szkard van, meg korona. Illetve... Ja, akkor a kastély. Lehet, hogy a kastély kell, hogy kijöjjön még? Lehet, próbáljuk meg. Jó, rámegyek. Igen. Super. Tü. Na, bábunak eddig úgy látom tetszik. Lebegott magának. Hallgatom tovább. Oké. Okay. Boldogak voltak, és minden rendben volt. A boldogságom külön nincsen.
Vagy akkor most csak lehet, hogy csak a király meg a királynő kell? Hát lehet. Akkor kiviszem a királyt. Közelít a bábú. Ez most a kastély vagy a király? Ez a kastély. Jó, akkor visszahúzom. Akkor most, most kimegy a király. Hát piros szín van most a király megvilágítva. Nem tudsz esetleg valami... Mi a happy színe? Hát csak piros tudok. Ez a királynő? Nem, ezek a Joker. Passzus. Meg a... Akkor visszamegy. Akkor ezt mindjárt... Mert most szomorú a király. Aha. Most kimegy a királynő. Ó, a piros fényt ezt le bírod kapcsolni? Be. Inkább le. Hát ezt tudom csinálni. Az nem jó, hogy még pirosabb. Más nincsen. Skinem van még, akkor ezt lehúzom. De arra most nem csinál semmit. Hát azt mondta, hogy éltek volt. De a király meg a királynő most kint van, de akkor ugyanaz nem lehet a skin 3 is. All were happy and all we were good. Sorry. Akkor minden... Egy esetleg az embereket is hozzam ki még, talán? Esetleg. Megnézzük. Leült a bábú. Leült a bábú. Aha, a nézőtérre. Ja? És nézi. Ott jó lesz. Semmi, semmi. Hát pedig csak ennyit mond, hogy... All was happy, and all was good. All was happy, and all was good. Az összes boldog volt, ja, akkor még a kastély is kimegy akkor. Lehet, hogy az az, ami... Ami esetleg még gond. Csak nekem itt az emberkék, akiket kitoltál most, nagyon piroskásak, és... Szomorúnak tűnik a király, hogy mérgesnek. Oké, okay, az na, volt. Okay. Almost happy and almost good, ezt mondta, ja. Nem all, mint összes, mindegy. Szerintem majdnem happy, majdnem good. Jaj, jön a bábú. Még látok. Még van egy-két ilyen. Na. Amíg a király meg nem ölte, all he could. Aha, amíg a király meg nem ölte őket. Hát akkor a kard az most jön ki. Wow. Na bánts. Akkor kimegy a kard. És akkor kell a piros is egyébként? Meg a másik királyt az húz ki. Másik királyt? Az ez? Várja, mi mozog? Nem mozog semmi. Valami mozgott pedig. Várja, akkor kicsit jobban. Ah, ez a királynő kihozott. Volt. De akkor most. Azt hagyom, azt hagyom. Akkor a másik, azok az emberek voltak, és elméletileg ezt kell kihúzzam. Várja, lakadtam ezt. Igen, igen, őt. Jó, akkor őt kihúzom. A gyilkos királyt, a kardos királyt tudod még mozgatni egy kicsit arrébb? Nézem. Várjál csak. Kicsit bágos. Nem, nem engedi. De telt az idő. Közelebb jött. És a Kriki streamelte volna, látnánk mind a két képet. Ez jó. Igen. Mondanám, hogy Discordon tudom osztani a képemet, de nem tudom, hogy hogy tudod megoldani, hogy lássák. Úristen, Roy, köszi szépen a... Royce gifted a T1 subdió galgasztályú. A gift szavot, köszi szépen. Köszi, Roy, köszi, köszi. Dolga, kaptál egy feliratkozást Roy-tól. Köszi, Roy, köszi, köszi. Meg tudod oldani? Ezzel most ne foglalkozzunk.
Egyébként, amit Koktó írt, az szerintetek maradjon a chaten, csak kíváncsiságképpen. Hát szerintem ezzel most már kifasz mondja. De egyébként talán meg lehetne oldani, meg átgondolom, hogy még talán ugye bal alsó sarokba tudnám betenni a te képedet. De ugye most tegyem be, amikor már a... Igen, azért kérdezem, hogy... Amikor már sajnos itt tartunk. Hát akkor most nem. Majd legközelebb. Majd akkor legközelebb megcsináljuk a fordítottját is, mit szólsz. Jó. Esetleg, ha van kedved. Jó. Jó, akkor most van egy macskám, aminek van teste is. Igen. Egy templomom. Egy ilyen tányérféleség, és egy ilyen fura alakzat alatta, egy gyertya, meg egy robot. Ami hajón áll. Bebakoltam? Köszi, Roy. Nem tudom, volt egy ilyen lag amúgy. Vagy nem tudom megnyitni a könyvet. Titál a könyv. Nem bírod? Nem nagyon. Akkor meg tudom ölni magam. Megöljem? Hát megpróbálom így leolvasni. Mi? Na, mi történik? Nem tudom elolvasni, várjál. Jézusom, Róját, nagyon szépen köszönöm a feliratkozást. Köszi szépen. Köszönöm. A nyugati sarokból indulsz. Igen. Haladj előre északi irányba, de vigyázz a lépésedre. Mielőtt az utolsó pillanatba... Before the last... Én köszönöm, Roy, én köszönöm. Utolsó pillanatban. Before the last style, tehát az utolsó... Stílusomban. A tile az a csempe. Ja. Hát akkor gondolom csak egyet az mehetek. Az utolsó csempe előtt neked el kell fordulnod keleti irányba. Tehát akkor magyarul négyet tudok előre menni? Uh-huh. Akkor megyek. És meghaltam. Akkor mondok egy következő alakzatot. Ja nem, ugyanaz az alakzat. De akkor nem tudok négyet elmenni, nem engedett négyet elmenni. Na tehát... Viszont hármat szerintem elengedett. Nyugati sarokból igen. Indulsz. Picur kinevetett. Haladsz előre északi irányba, de vigyázz a lépéseidre. Mielőtt, vagyis az utolsó előtti csempénél neked észak felé kell haladnod. Észak fele, kelet. Bocsánat, kelet fele, na. Akkor ha jól értem, akkor hármat tudok? Nem. Nem azt mondtad, hogy a nyugati sarokból indulhatok? De, Western Corner. Nem engedett tovább a játék. Na erre most megint cicám van. Testel, templom, tányér, gyertyatartó és robot. Igen. Jó, és azt mondod a legnyugatibb irányból. A nyugati sarokból. Itt vagyok a nyugati sarokból. De most, amikor az előbb elindultam, akkor már leszúrt a játék. Pedig úgy írja, hogy in the western corner lies your start. Ott fekszik a startod a nyugati sarokból. Na, megint előre megyek. Jó, most az első mezőben nem vagyok, most minden oké. Haladj előre, addig a utolsó csempéig, vagyis hát előtte levő csempéig, és utána fordulj kelet fele. Jó, meg vagyok a haladással, keleten vagyok. Mennyit kell keletre menjek? After these two steps. Két lépés után. Megvan? Igen. Tégy egy lépést dél irányába. Dél? Uh-huh. Wow. Furcsa. Igen. Haladj előre a keleti fal fele. Igen. Kettőt? Nem, menj végig a keleti falig. Jó, meg vagyok. Nem jutottál tovább? Nem. Meg... Ja, hogy akkor már nincs több? Nincs több. Akkor szerintem tovább fogok. Oké, meg vagyok. Ja. Jó, Roy, köszi szépen, szép estét neked is, kitartás holnap, vagyis mára. És köszi szépen még egyszer a subgiftet is, illetve a feliratkozásodat is, köszi szépen, köszönöm. Na, elméletileg akkor most tudjuk, akkor
ki kell vinni a kastélyt, az emberkéket. Várjál, meghallgatom. Igen, a kastélyt emberekkel. Akkor elméletileg ez a kastély. Igen. Jó, az jó helyen van. Jó, akkor elméletileg ez az emberek. Várjál, csak az, ez az emberek, ugye? Nézem. Nem, ez a király. Jó, akkor visszamegy. Akkor elméletileg ez az emberek. Igen. Jó. Jó. Egy picit tudsz rajta mozdítani? Nem enged többet. Jó. A király élt a királynővel a kastélynál, ugye? Én a király, igen. Én a kastély. Nem erőltetted meg magad. Hát úgy nyomoltam, hát itt sok kar van. Jó helyen vannak? Hát a kastély még mehetne közébe. Menj neki bele! Ja. Most? Jó. Okay, akkor elmegyek a széki. Nem, akkor még valami szerintem a király van még talán rossz helyen. Király még akkor. Igen. Úgy jó. Jó. Esküvő. Jó. Mindenki boldog volt, és minden jó volt. Akkor gondolom menjünk ki. Mindenki is kijön. Elméletileg kijön meg mindenki. A többi kint van amúgy? Nem, nincsenek kint. Jó helyen vannak. Jó, akkor megy a király. Igen, jön a király. Nagyon jön. Akkor jön a kastély. Akkor jön a királynő. Vagy rossz nyia. Ez lesz az. Jó. Jó vagy. Oké. Skin. Oké. Okay. Igen. All were happy. All was good. Vagy jó. All were good. Akkor... Most mi van kint? Vagy most mi kell? Most kell a kard? Most a királyt vedd ki, és a kardos király jöjjön be. A királyt kiveszem. Igen. És kimegy a kardos király. Jó. Oké. Okay. Igen. Úristen! Jézusom! Vérben állva állt, büszkén. A király? Uh-huh. Akkor kapcsolunk egy lightot. És egy skint. Mert szomorú volt. Nem. Viszont akkor jöjjenek ki a többiek? Maradjon nem, a király? Nem, őket megölted. Akkor a királyt csak, nem a kardos királyt, a másik királyt küld ki, és ez a fényen jó lesz. És a kardos királyt meg hozzam be? Nem, ő nem kell. Csak a sima álló király. Másik király. Nem, másik királyt hoz. Mert standing, áll. Jaj, bocsánat, ja, hogy ilyenkor azt hittem amúgy, hogy ott maradnak, van amikor ott maradnak, de akkor nem. Nem jó, viszem. Mit csinálsz? Bábú, jön közelebb. Akkor jön a király. Oké, okay, jó, most stop. Oké, okay, és akkor elvileg skin. Jaj. Megnyitod ott egy csapóajtó nekem. Nekem is. Menjek bele? Próbáld meg. Hát akkor elmegyek az elvel. Aha. Megint elérkeztem egy szobába. És igazából havazás van kint. És nézd meg én. Ó, én kis alacsony vagy. Nem, te vagy alacsony. Jó, elbokítok itt a lóg. Ja.
Hát, Kriki, akkor fogjunk kezet, aztán menjünk. Gigi? Szerint lehet. Ó, hát valami nem. Volt. Akkor csak az egyikünk éli túl. Akkor szia! Szia! As I stepped back into the freezing cold, I wondered, was there another way? Volt valami más út? Was this sacrifice necessary? Az áldozat az szükséges volt? Have we been here before? Voltunk itt ezelőtt? Nem tudom. Hát hogy oldod meg? Mit teszel rá? Walkie-talkie-t? De azt meg nem engedi, nem tudom, de nem tudod eldobni szerintem. Vagy egyszerre rálépünk mindketten is, elkezdünk futni. Akár. Úgy látszik, igen, hogy ez ennyi volt. Hát, Kriki, akkor esetleg egy másik szemszöget majd megcsinálhatnánk. Hát akár most is. Most? Aha. Jönnek? 21 óra, vagy csak. Jó, akkor a quitre gondolom rá kell menni, mert nem nagyon történik semmi. Uh-huh. Megpróbálom majd másképp kijutni. Jó. Milyen kis sok csillag, csillag, csillag ez a Kriki. Azt mondja Kifa, hogy vele se lennék egy légtérben, mikor megszűnik a föld létezni. Miért? Persze más miatt lennék. Hát gondolom... Mit tettem? Ott hagyott szegényt. Ja. No. Szerintem ott meg lehet állni, ja nem. Ne is mondd, Kiffa, ne is mondd. Jó, majd most megpróbálom megmenteni, vagy kiengedem. Most ő fog kijutni, nyugi. Amúgy nem gondoltam, hogy ott a vége. Amit ittél, ott volt már havazás, meg minden. Kedves nézők, Twitch-en, illetve YouTube-on, ez volt a We Were Here-nek az egyik végjátszása, az Explorer részéről. Úgyhogy köszönöm mindenkinek, aki itt volt, legyen további szép napotok, sziasztok!